Légrádi Tamás először 8 éve vállalt munkát Ausztriában, barátnője is követte. Azért mentek külföldre, mert sokszorosára nőtt a devizahitelük törlesztő részlete. Egy szálloda éttermében dolgoznak, a nyarakat pedig Magyarországon töltik. Nyáron más csinálunk otthon a Balatonon, itt ez a tél is más, és így talán azért is van, hogy még nem fásultunk bele. Becslések szerint több mint 80 ezer magyar dolgozik Ausztriában. Az ottani családtámogatás nekik is jár, akkor is, ha a gyerekeik Magyarországon élnek. Az osztrák kormány azonban szeretne spórolni ezen, évente több mint 100 millió eurót. A családi pótlékot ezért annak az országnak az árszínvonalához igazítanák, ahol a munkavállaló gyereke él. Az egyik osztrák napilap a Die Presse számításai alapján az intézkedés legnagyobb vesztesei a magyar munkavállalók lennének. Egy gyerek után most több mint 172 euró jár havonta, ez csaknem 54 ezer forint. Ha a családi pótlékot a magyarországi megélhetés költségeihez igazítják, akkor csak 93 euró járna, vagyis nagyjából 29 ezer forint. A lap szerint erről szerdán szavaz az osztrák kormány, aztán ősszel a parlament. A családtámogatás tervezett megkurtítása már téma volt Orbán Viktor miniszterelnök és Sebastian Kurz osztrák kancellár februári találkozóján. Nem tudtak megegyezni. Ezt a döntést az uniós szabályokkal összhangban hoztuk, és nem csak a magyarokra vonatkozik. Az a célunk, hogy igazságosabb rendszert hozzunk létre, mondta az osztrák kancellár. Orbán Viktor miniszterelnök a találkozó után diszkriminatívnak nevezte a tervezetet. Aki Ausztriában dolgozik, befizeti a szociális járulékot, amit az osztrák törvények szerint be kell fizetnie, pontosan ugyanúgy fizeti be, mint egy osztrák ember, majd ezek után azt mondják neki, hogy a neked járó családi pótlék azonban kevesebb lesz, mint amit egy osztráknak fizetünk. A magyar álláspont szerint ez diszkrimináció. Az Európai Bizottság szóvivője szerint vizsgálni fogják a jogszabályt. Ha elfogadják az osztrák szabályozást, meg fogjuk nézni, hogy megfelele az uniós jognak, mondta a szóvivő. Az osztrák kormány szerint a támogatást akkor is csökkentik, ha az Európai Unió eljárást indít. Az intézkedés jövő januártól léphet életbe.